Szeretettel üdvözlöm a Mozaik nézőit, a mai alkalommal az ókori Egyiptom világába fogunk elmerülni. Nincs még egy olyan kultúra a világban, ami annyira rabulejtette volna az ókor és a modern kor emberét egyaránt, mint az egyiptomi. A Szépművészeti Múzeum tárlata II. Amenhotep ókori egyiptomi uralkodók korát és sírjának felfedezését mutatja be, fókuszban a fáraó királyok völgyében megtalált csirkabrájának méretarányos rekonstrukciójával. A vendégem dr. Liptai Éva egyiptológus, a Szépművészeti Múzeum egyiptomi gyűjteményének vezetője és a kiállítás kurátora. Üdvözlöm, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Érdemes talán először II. Amenhotep koráról egy kicsit tágabban, bővebben beszélni, hiszen ez az időszak az ókori Egyiptomnak egy olyan korszaka, ami egyrészt a legnépszerűbb, másrészt pedig sok szempontból a legvirágzóbb korszak, ugye az új birodalom, egészen pontosan a 18. dinasztia. Mi a jellemző erre a korszakra, miben adott mást, mint mondjuk az ó vagy a középbirodalom, illetve a 18. dinasztia miben volt újító a többihez képest? Valóban sokkal színesebb. Olyan szempontból, hogy sokkal többet tudunk róla részben, mint más korszakokról, konkrétan II. Amenhotep fáraóról is egy picit többet tudunk, és ezért volt szerencse, hogy ezt a kiállítást megrendezhettük, mert egy picit az emberi oldalát is megláthatjuk egy uralkodónak, ami az ókori Egyiptomban elég ritkaság. Általában csak a szigorú királyportrékat látjuk kőből, a síremlékeket, de hogy milyen ember lehetett, az nagyon ritkán lehet megpillantani. Itt egy picit a kulisszák mögé is pillanthatunk. És ugye valóban Egyiptom egyik legizgalmasabb, legvirágzóbb időszakában vagyunk. Ugye II. Amenhotep apja, III. Thotmesz, aki az ókori Egyiptom legnagyobb hódítója volt, egy hatalmas birodalmat hozott létre, terjeszkedett mind észak-kelet felé Szíria-Palesztina irányában, mind pedig délen a mai Szudán, az ókori Núbia területén. Tehát egy óriási birodalmat kovácsolt össze, és ez nem csak a hódítások szempontjából volt fontos, hanem abból a szempontból is, hogy az ókori Egyiptom mit kapott ezekről a meghódított, ellenőrzött területekről, rengeteg kulturális hatás érte Egyiptomot, ami ekkora az általános vélekedéssel ellentétben nagyon nyitott volt a kulturális ismeretekre, az újdonságokra, a technikai újításokra, olyan istenségekre, akik nem voltak az egyiptomi panteonban eredetileg, hanem behozták őket esetleg Szíria-Palesztina irányából. Tehát egy rendkívül pezsgő, kulturálisan pezsgő időszakról van szó, és ami az előkelő réteget, illetve az udvari életet illeti, egy kiemelkedően magas életszínvonal, luxus jellemezte ezt az időszakot. És mit tudunk konkrétan II. Amenhotepről? Azért is gondoltam fontosnak megemlíteni ezt a kérdést, illetve azt, hogy milyen volt az élet az ő uralkodása alatt, hiszen a kiállítás nagyon szépen, ahogyan is mondta, nem csak az ő életére fókuszál, hanem tulajdonképpen a mindennapi emberek életébe is betekintést kapunk, akár mondjuk az öltözködési, az étkezési szokások tekintetében. Igen, II. Amenhotepről azért tudunk egy kicsivel többet, mert nagyon jellemző volt az uralkodására, hogy olyan embereknek adott magas tisztségeket, olyan emberek vették körül az udvarban, akik gyermekkora óta ismerték őt. A III. Thotmesz az apja nagy súlyt fektetett arra, hogy egy lojális udvaronci kör vegye őt körül, és akikre majd később számíthat, gyermekkorában, ugye az udvarban együtt nevelkedett jó néhány társával, előkelő családok gyermekeivel, ismerünk 9 dajkáját, ezek közül 2 szoptatós dajka volt, és 2 nevelőjét, férfi nevelőjét, akik ugye a egész kis gyermekkora óta mellette voltak, és ezeknek a családja, például a fiai voltak azok, akikkel ő együtt nőtt fel, és a későbbiekben ifjúkorában együtt ment velük hadjáratokra, illetve magas hivatalokat adott nekik, és így egész életében körülvették, szolgálták őt. Mit jelent a fáraónak a neve, ez az Amenhotep, ez is egy kicsit beszédes elnevezés, és ha jól tudom, ez az egyik név, amit fáraóként ugye megkapnak az öt közül.
Igen, Amenhotep az ebben az időszakban nagyon gyakori, ugye négy fáraó is megkapta a 18. dinasztiában, ugyanúgy, mint a Thotmesz neve, tehát ez a Thutmoszita kornak nevezzük ezt az időszakot, a 18. dinasztia első felét, vagy első kétharmadát. Ugye Amon, az Amenhotep névben az Amon isten szerepel, ő volt a birodalom főistene, az istenek királya, aki ugye védelmezte az uralkodót, egy tébai istenség, aki a Karnaki templom főistene volt, a hadjáratokban is, és a mindennapi életben is védelmezte az éppen trónon ülő uralkodót, és ugye az Amenhotep név az annyit jelent, hogy Amon megelégedett, tehát ez azt jelenti, hogy az uralkodó egyik fontos feladatát helyesen látta el, tehát azt, hogy az isteneknek mindig bemutatta a megfelelő rituálékat, áldozatokat, ez az uralkodó egyik legfontosabb feladata Egyiptomban, és ugye közvetített az Isten és a lakossága az alattvalói között, tehát ő volt az a médium, aki az istenek felé közvetítette az emberek kívánságait, illetve aki teljesítette az istenek kívánságait is. Ez a fajta pozíció egyébként csak az új birodalomra jellemző, vagy a régebbi korokban is megvolt ez a funkciója a fáraónak? Ez a funkció mindig megvolt. A kérdés csak az, hogy mikor melyik istent részesítették el, tehát melyik isten volt az, akit a legfontosabbnak tartott az illető uralkodó vagy dinasztia, és pontosan ez az, ami a nevekből, ugye ki, amit a nevekből ki lehet olvasni, ugyanis az Egyiptomban a nevek beszélő nevek, tehát mindegyiknek értelme van, mégpedig mágikus védelmet is jelentenek, és az uralkodó neve az különösen fontos volt, mivel az ország jóléte függött az uralkodótól, tehát az uralkodó nevét mágikusan is védelmezni kellett, és ezért írták névgyűrűbe, kártusba ezeket a neveket. Tehát ezek a nevek jelentettek valamit, mégpedig egy mágikus védelmet jelentettek az illetőre nézve, az illető életére nézve. Elérkeztünk a legizgalmasabb ponthoz talán, konkrétan a sírnak a témaköréhez, hiszen a kiállítás középpontjában azért mégiscsak a sír és annak a felfedezése áll. Először arról beszéljünk, hogy mit kell tudni magáról a sírról, hogyan találták meg, és aztán majd később belemegyünk az ábrázolásokba. A sírt 1898-ban egy Victor Loré nevű francia régész egyiptológus találta meg, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az ő régészeti jegyzetei, ásatási naplója megvan, mégpedig a Milánói Egyetemen őrzik az egyiptológiai tanszéken sok más elhunyt egyiptológus jegyzetapparátusával, régészeti naplóival együtt. Ez az a szerencsénk, hogy együtt dolgozhattunk ebben a kiállításban a Milánói Egyetem egyiptológusaival, és ezeknek a jegyzeteknek egy részét ki is tudtuk állítani. Ezek rajzok, írásos jegyzetek, műtárgylisták, amelyeket ugye leletek listája, amelyeket talált, és archív fotók, amelyeket ő 1898-ban a felfedezéskor tett. Tehát ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy nem csak a fáraó életébe, hanem a sírjának a felfedezésébe is beleláthatunk, tehát így tulajdonképpen a modernkori története is teljesen szépen kirajzolódik. És ami szenzációssá tette ezt a felfedezést, az az, hogy Victor Loré nem csak II. Amenhotep temetkezését találta meg, tehát a sziklasírba vájt sír végén, a sírkamrában, a kő szarkofágban ott feküdt az uralkodó mumifikált teste, hanem a sírkamrához csatlakozó egyik oldalkamrában még további 9 uralkodó mumifikált testét is megtalálta. Ezek részben II. Amenhotep közvetlen utódai voltak, fia és unokája, részben pedig későbbi uralkodók az új birodalom idejéből, ugyanis ezt a sírt rejtek sírként használták. Néhány száz évvel, Krisztus előtt 1000 körül, Tébában az ottani temetői hivatalnokok, illetve a Amonisten papjai Tébában úgy gondolták, hogy nincsenek biztonságban a saját sírjaikban az uralkodók, ezért a királyok völgye király sírjaiból elvitték a mumifikált testeket, és úgynevezett rejtek sírokba helyezték el őket. 2 ilyet ismerünk, és ezek közül a második az, amit Victor Loré
a második Amenhotep sírban talált 1898-ban, tehát ezért ez egy szenzációs felfedezés, és a kiállítás erről is beszél. Ez a sír egyébként látogatható ma a Királyok völgyében? Nem tudom pontosan, hogy ma éppen látogatható, de úgy tudom, hogy a Királyok völgyében mindig van egy 3-4 királysír, amit éppen meg lehet nézni, és elképzelhető, hogy ez is közöttük van. Az biztos, hogy a felfedezés utáni években látogatható volt, hiszen a 19.-20. század fordulóján, a 20. század elején többen is jártak, tömegek jártak a sírban, és van egy úti napló is, amit akkor írtak, 1990-ben egy francia ember, és ezt a naplót, tehát hogy ő második Amenhotep sírjában mit látott, ezt 1911-ben az egyik budapesti napilap is leközölte, tehát egy nagyon izgalmas dolog, hogy magyarul is olvashatjuk ezeket. Igen. A sorokat. Igaz, a kiállításon is. Igen, ezt akartam mondani, hogy ezek az ásatási beszámolók és egyéb dokumentumok is segítenek ugye a tájékozódásban. A sírral kapcsolatban még annyit szeretnék kérdezni, hogy az ábrázolások tekintetében mi az, ami megfigyelhető, hogyan néz ki maga ez a sír? Ha belép valaki a sírkamrába, és itt a kiállításon teljesen olyan, mintha a Királyok völgyében járna, mert ugyanazt fogja látni, ugyanolyan méret arányok között. Tehát ugye 6 pillér van ebben a sírkamrában, és ezeken a pilléreken különböző istenségek fogadják az uralkodót a túlvilágon. Tehát az elhunyt uralkodót, aki az egyiptomiak hite szerint újjászületett és isteni lényé vált a túlvilágon. Ugye látjuk ezeken a pilléreken, hogy ő ugyanolyan méretben, ugyanolyan magasság, ugyanolyan nagy méretű, mint az istenségek, tehát teljesen társukként fogadják be. És a falakon pedig körbe a napisten túlvilági útja látható, amelyet az egyiptomiak úgy képzeltek el, hogy 12 óra alatt különböző régióit látogatja meg a túlvilágnak. Az uralkodó persze ezen az úton elkíséri, és a cél az, hogy az út végén, a 12. órában, hajnalban a keleti horizonton újjászülessen a napisten, felszárnyaljon az égboltra, és az uralkodó pedig elkíséri őt, ő is újjászületik a túlvilági út után. Picit fogunk majd beszélni az egyiptomi vallásról mindenféleképpen. Kettő kérdés jutott még eszembe. Az egyik, hogy nagyon sok embernek Egyiptom kapcsán, hogy a piramisok jutnak eszükbe, ami inkább az Újbirodalomhoz köthető. Itt az Újbirodalomnál viszont a temetkezés most már a Királyok völgyébe tevődik. Miért alakult át ez a fajta temetkezési szokás? Új elvek, új fontos szempontok jöttek. Tehát az Óbirodalom idején, ugye, amikor piramisokat emeltek, tehát a Krisztus előtti 3. évezredben, 2. évezred legelején, akkor még az volt a fontos, hogy egy kiemelkedő, látványos szimbóluma legyen, építészeti szimbóluma legyen annak, hogy az uralkodó újjászületett és az égbe fölszárnyalt, ugye az istenek közé, a napisten társaságába került. Ugye 1000 évvel később, vagy hát az Újbirodalom idején, ami a Krisztus előtti 2. évezred 2. fele, ekkor más szempontok érvényesültek, és inkább azt tartották már fontosnak, hogy ez a sír elrejtett legyen. A piramisokba se volt könnyű bejutni és megtalálni a sírkamrát, tehát szinte lehetetlen volt az is, de a sírrablóknak azért sok esetben mégis sikerült, úgyhogy az Újbirodalom idején igyekeztek elrejteni a sírokat, egy különálló királyi temetőt hoztak létre Thébában, ugye a sivatagban, sziklás hegyvidéken keresztül egy völgyben, ugye ezt nevezzük a Királyok völgyének, és ott a két oldalt a sziklafalba vájták ezeket a királysírokat, és jól el is rejtették a bejáratát, éppen ezért volt nehéz megtalálni a 19. század folyamán, keresték a királysírokat a Királyok völgyében is, és hát nem volt egyszerű megtalálni, olyan szépen el voltak rejtve, úgy belesimultak a sziklás környezetbe, úgyhogy Victor Loré 1898-ban
Ugye például a 34. szám szerint 34. Sír találta meg harmadik Thotmeszét, és utána a 35-et második Amenhotepét. Tehát lassan haladt ez a felfedezés, mert ezek a sírok elrejtettek voltak, és a napisten túlvilági utazását szimbolizálta tulajdonképpen az, ahogy az ember egyre ereszkedve a folyosókon lejut a sírkamrába. Akkor most rátérünk egy kicsit az egyiptomi vallásra, hiszen ugye már a sír kapcsán a különböző ábrázolásokról beszéltünk. Nagyon fontos a túlvilági elképzelésekről egy picit beszélni, illetve arról, milyen is volt az egyiptomi vallás, először kicsit talán tágabb értelemben, utána pedig rávilágíthatunk arra, hogy az új birodalom korszakában vallásilag történt-e esetleg változás, akár ábrázolások tekintetében, akár a halotti szövegek tekintetében. Ez jó, nehéz és bonyolult kérdés. Hát tulajdonképpen az egyiptomi vallás az mindvégig egy rövid amarnakori epizódot kivéve, ugye politeizmus volt, tehát egy sokisten hívő vallás. Az egyiptomiak úgy gondolták, hogy az istenek hatalma az olyan végtelen, hogy megismerhetetlen az emberek számára, ezért a különböző istenségeknek éppen az aktuális helyzetben fontos tulajdonságait igyekeztek kihangsúlyozni és ezt ábrázolni. Ezért ábrázolták őket előszeretettel állatalakban, vagy állatfejjel és emberi testtel. Tehát például, hogyha egy istennőnél ugye azt tartották fontosnak, hogy a termékenységet segítő, mágikusan védelmező, családokat védelmező erejét fejezzék ki, akkor egy olyan állatalakot választottak, ami szerintük ezt szimbolizálta. Tehát ilyen volt például egyes istenőknél, hogyha macska alakban ábrázolták őket, vagy például a kiállításon láthatjuk ugye egy nagyon érdekes üvegszobrocskát, ami egyébként az első ilyen üvegszobor a világon, amit ismerünk. Ez Toeris istennőt ábrázolja, egy bűz, tehát csak a fele a szobrocskának, és ő például egy nagyon izgalmas víziló alakú istennő volt, ugyanakkor oroszlán mancsokkal és egy krokodil farokkal a hátán ábrázolták. Ő a szülőnőket, a gyermekeket védelmezte, a családokat, és azért kapott ilyen izgalmas állati tulajdonságokat, azért ábrázolták így, hogy minél félelmetesebb legyen, mert az egyiptomiak úgy gondolták, hogy az embereket leginkább a démonok veszélyeztetik, a betegségeket is azokat okozzák, a gyermekhalandóságot is azok okozzák, tehát ezeket el kell űzni, és ez az istennő volt például az egyik, akit képesnek tartottak erre. Ezen a kis szobrocskán egyébként második Amenhotep kartusa van, azért jelenik meg a kiállításon, és nagyon valószínű, hogy esetleg a gyermek Amenhotep hercegnek a személyes amulettje lehetett akár. Nem tudjuk pontosan, de nagy valószínűséggel. Hogyha viszont ugyanezt az istennőt, vagy egy istennőről azt akarták, az istennőn bemutatni, hogy ő egy veszélyes, az ellenségeket elpusztító aspektus, akkor például oroszlán képében ábrázolták, vagy oroszlán fejjel és női testtel, és ezek tulajdonképpen ezek a különböző ábrázolási módok, ezek a különböző állatalakok, ezek az istenség végtelen hatalmának a különböző megnyilvánulási formáit mutatják be. Tehát ezért látunk ennyi különös lényt az egyiptomi istenvilágban, ezért látunk annyi állatalakot, vagy annyi keveréklényt, ugye, hogy különböző állatok alakjait, vagy emberi és állati vonásokat ütköztet. Hogy az új birodalomban ez mennyire változott, ez sok esetben attól függött, ugye, hogy az uralkodónak épp hol volt a székhelye. Tehát hol volt a királyi főváros, és akkor illetve honnan származott az a bizonyos dinasztia, akkor azt az istenséget emelték ki éppen. Tehát az új birodalom idején Ámon volt ez az istenség, akit a főistennek tartottak, és akit az uralkodók a védelmezőjüknek tekintettek. Akkor ez az állat alakú istenvilág tulajdonképpen a kezdetektől jelen van az ókori egyiptom vallási elképzeléseiben, vagy legalábbis nagyon fontos szerepet tölt be. Itt lehet azt mondani, hogy az állatmúmiák itt már az új birodalom során egy
talán így egy még népszerűbb szerepet kaptak? Az állatmúmiák ekkor jelennek meg, vagy mondjuk úgy, hogy az állatmúmiák, amelyeket templomokban vagy kultuszhelyeken helyeznek el, ezek ekkor jelennek meg, de kicsit később, nem talán a 18. dinasztia végétől. De aztán a Krisztus előtti első évezredben lesz ez egy nagyon jellemző vonása az egyiptomi vallásnak. Ugye ezrével találtak temetők, állattemetőket. Ezek mindig templomi kultuszokhoz kapcsolódnak, tehát nem a halotti kultuszhoz. És általában arról van szó, hogy a templomban tisztelt istenségek egyes állatalakjai jelennek meg mumifikált állatformában. Ez nem azt jelenti, hogy az egyiptomiak az összes macskát, vagy ibiszmadarat, vagy krokodilt úgy tekintették, hogy ő maga az istenség, az az istenség, akit szimbolizál. De úgy gondolták, és az idők során egyre inkább úgy gondolták, hogy valamiféle a hatalmának egy részlete, szimbóluma azért megjelenik abban az állatban, tehát valamilyen módon visszaad egy kis szikrát abból az istenségből, és ezért gondolták úgy, hogyha ilyen állatmúmiát adományoznak az istenségnek, akkor az valamiféle felajánlásnak minősül, esetleg egy kérést is társítanak hozzá, és az istenség az majd jó indulattal fog válaszolni erre. Tehát az emberek hatalmas számban adományoztak tulajdonképpen a templomi ünnepeken az istenségnek macskamúmiákat, ibiszmúmiákat, ezekből van általában a legtöbb. Aztán voltak olyan állatok, amelyekből egyetlen egy darab volt a templomban, ezek szent állatok voltak, mint például északon Memphisben az ápiszbika. Ő belőle egyetlen egyet tartottak, lényegében isteni kultuszban részesítették a templom területén, és amikor elpusztult az állat, akkor királyokhoz méltó temetést kapott. Ugyanolyan szarkofágban temették el, mint az uralkodókat, ugyanúgy bebalzsamozták, és ahogy elpusztult, akkor a papok elindultak megkeresni a következő állatot, aki majd tulajdonképpen az új reinkarnációja lesz ennek az istenségnek, akit bika alakban képzeltek el. Tehát az állatkultuszok azok a késői korszakban, a Krisztus előtti első évezredben lettek igazán népszerűek, és ez is egy módja volt annak, hogy az emberek valamilyen módon közel kerüljenek az istenekhez, vagy legalább üzenni tudjanak nekik, hiszen a templomban a laikusok nem mehettek be, csak a templomi hivatalnokok és a papság. Volt olyan állat, ami nagyon csúnyán fogalmazva negatív attribútumokkal volt felruházva, tehát amitől tulajdonképpen elzárkóztak, és inkább a negatív szerepet töltötte be? Vagy mindegyikben találtak valami pozitívat? Én úgy gondolom, hogy az istenek ambivalensek, tehát az isteneknek van rossz és jó oldaluk is, mármint az egyiptomi elképzelés szerint, tehát minden istenség pusztító erejű is egyszerre, és jótékony is. És ezt a jótékony erőt próbálják meg ugye az ókori egyiptomiak megtalálni és előhozni, hogy ez a számukra jótékony hatású legyen. Ugyanakkor az istenségnek vannak olyan aspektusai, amelyek az ellenségekre nézve pusztítóak, és ezek is hasznosak az egyiptomiaknak, hiszen elpusztítják a démonokat, vagy a valós ellenségeket esetleg. Tehát például az oroszlán alak az ugye egyértelműen egy ijesztő aspektus, ugyanakkor jótékony célokat is szolgálhat, és vannak olyan istenségek valóban, mint például Szét Isten, akit különösen a késői időkben már egyáltalán nem kedveltek, mivel Oziris Isten bátyja volt, és megölte Oziriszt, aki utána aztán újjászületett, de Szétnek volt egy ilyen negatív aspektusa, és ezért a Szét állat, amilyen formában Szét Istent ábrázolják, amiről mai napig nem tudjuk pontosan, hogy ez milyen állat, valamilyen afrikai állat lett, de nem tudjuk pontosan, hogy mi. Ennek például volt negatív színezete egyértelműen, ugyanakkor Szét az, aki segít a napistennek ledöfni a napisten ős ellenségét, egy óriás kígyót, a káosz kígyóját, akit a napistennek minden éjjel le kell győznie.
Tehát Szét, aki egy ilyen erőszakos, gyilkos istenség volt, másik oldalról viszont segít a napistennek ellenségei legyőzésében. Tehát ezért mondom, hogy az istenek ambivalensek, mindegyiknek van negatív és pozitív aspektusa, és igyekszünk azt használni, vagy azt előhozni, amelyik segít nekünk. Visszatérve a kiállításra, ugye kezemben található ez a nagyon kedves kis családi vezető. Itt tulajdonképpen a gyermekekre és az egész családokra gondoltak, hogy egy szórakozás legyen igazából megismerni ezt a nagyon izgalmas korszakot. Úgyhogy erről egy pár szót még, hogyha tudna mondani. Minden kiállításunkhoz szoktunk készíteni múzeumpedagógiai segédeszközt, mondjuk fogalmazzunk így, és most már az utóbbi időben igyekszünk olyanokat készíteni, amelyek egyfajta kalandozást jelentenek, már az állandó kiállításunkban is van ilyen lehetőség. Tehát a gyerekek egyfajta Indiana Jones kalandokat tudnak átélni, végigcsinálni, tehát kis felfedezőknek tekintjük őket, akiknek mindenféle feladatokat kell megoldaniuk, és ha végignézik a kiállítást és megoldják a feladatokat, akkor egy valamilyen végeredmény születik, tehát egy végső megoldás is születik, egy rejtélyt sikerül megoldaniuk. És ezt azt hiszem, hogy ez nagyon népszerű, nagyon szeretik a gyerekek, és nyilván nem egyedül jönnek, hanem a családjukkal, akik segítenek nekik megtalálni a műtárgyakat, amikről szó van, amikről kérdéseket teszünk föl. Úgyhogy ezt úgy vettem észre, hogy ez egy nagyon-nagyon élvezetes dolog. Nagyon pozitív lelkes. Visszajelzések. Igen, nagyon vannak. Pozitív. Rengeteg fogy ebből a füzetből. Nagyon igen. Jó, ennek nagyon örülök. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és köszönöm, hogy eljött. A szívemnek egy nagyon kedves témáról volt szó. Szerintem nagyon sokat tanultunk, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer. Én is köszönöm szépen. Én pedig elköszönök a Mozaik nézőitől. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottak, és ez a kiállítás, amiről szó volt, a Szépművészeti Múzeumban 2022. január 9-ig megtekinthető, úgyhogy mindenki menjen, mert tényleg nagyon izgalmas. Köszönöm szépen, viszontlátásra!